Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, hagyomány már, hogy itt az ünnepi beszélgetésekben napról napra értékeljük a 2018-as esztendőt a város részek önkormányzati képviselőivel. A mai műsorban a 4-es számú körzet kerül majd górcső alá, itt az eredményeket és az itteni történéseket vesszük majd számba Molnár Tamással, a terület önkormányzati képviselőjével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, köszöntöm a tévénézőket. A 4-es körzet, ez ugye az ott élőknek sokat mond, de tulajdonképpen mettől meddig tart ennek a körzetnek a határa, mert nagyon sokféle terület tevődik össze, legalábbis amikor itt böngésztem az utca neveket, akkor azért láttam azt, hogy családi házas övezet, lakótelep, forgalmas, kevésbé nyüzsis terület, minden van ebben a 4-es körzetben. Igen, valóban nehéz a definíció. Mindig amikor az elején elkezdtem ezt a munkát, akkor így kerestem, hogy mi lehetne ennek egy ilyen összefoglaló neve, és abban maradtam így magammal, hogy ez legyen a belváros pereme, hiszen nagyrészt már a belváros is, hiszen a József Attila út környéke, a Technikaház környéke az már tekinthető a belvárosnak. A Vasút környéke, a Horváth István lakótelep, vagy a Deák Ferenc utca, az pedig majdnem mondhatjuk azt, hogy a belváros pereme, a belvárostól éppen egy picit kieső rész. Ez sokat is jelent, mind a környezeti, mind a közlekedési problémák hatásairól, hogyha beszélhetünk majd, hiszen a belvárosnak minden forgalmát és minden közlekedési baját érezzük is emiatt. Meggondolom, hogy pont emiatt, hogy ilyen sokszínű ez a körzet, számos probléma jelenik meg, meg a problémák is sokszínűek, meg a megoldandó feladatok is nyilván. Igen, és azt mondhatjuk, hogy szociológiailag is teljesen különböző, hiszen nagyon sok fiatal van, akik most költöznek be ezekbe a lakótelepi lakásokba, viszont a Lövöldeó, Deák Ferenc út környékén, ezekben a négy emeletes régiházban nagyon sok olyan idősebb nyugdíjas él, aki már 30-40 éve ezen a területen lakik. A Horváth István lakótelep pedig egy teljesen vegyes környezet, nagyon sok fiatal családos van, de mégis ott is vannak azok, akik már 30-40 éve lakják ezt a lakótelepet. Tehát valóban egy nagyon-nagyon színes területről van szó. Családi házas része nem nagyon van, hiszen talán hát az... elvétve egy-két utcán. 3-4 lakóházan van, ami családi házas övezetnek mondható a körzetben. Inkább mindegyik egy ilyen lakóközösség, társasházi környezet, tehát azt gondolom, ebből a szempontból azért homogén. Hogyha a 2018-as esztendőt nézzük, akkor milyen fejlesztések kerültek megvalósításra? A legfontosabb, hogy 2017 végéről áthúzódott, és mondhatjuk azt, hogy ott fejeződött be januárban, az a két nagy fejlesztés, ami komolyan meghatározta a 17-es évet és a 18-as év elejét. Ez ugye a Horváth István lakótelep teljes felújítása, itt egy teljes burkolatfelújítás történt, teljesen kicseréltünk a beruházás keretében mindent, ami 34 évvel ezelőtt építődött meg. Tényleg egy teljes rekonstrukció lett létre, azt gondolom, hogy aki arra jár, láthatja, hogy ez mennyire szép lett, és hogy mennyire komfortos lett az ott lakók számára, és a visszajelzések nagyon pozitívak. Ennek igazából az utolsó simítársai, javításai azok januárban fejeződtek be, és ugyanez mondható el a Salétrom utca felújításáról is. Ugye ez egy 3 éves folyamat volt, míg ez megvalósult, és ott is januárban tudott befejeződni teljesen a munka, padok kihelyezése, a növényzet kihelyezése az tavasszal, és azóta pedig egy teljesen új légkört kapott ez a terület, hiszen egy igazi közösségi térként működik, aki arra jár, láthatja, hogy rengetegen ülnek kint a padokon, amikor jó idő van, nagyon sokan beszélgetnek, teljesen más a hangulata az egész környezetnek, hiszen tényleg egy 21. századi arculata lett ennek az egész térnek, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Meg jó látni azt talán, nem, hogy amikor egy ilyen új dolog elkészül, hogy milyen hamar belakja azt a közösség, és tényleg használatba veszi. Igen, igen, és itt aztán a Salétrom utcán tényleg látszódott, hogy hihetetlen gyorsan magáénak érezte a közösség, úgyhogy ennek nagyon örülök. Én remélem, hogy a jövő időben is tudunk beszélni majd arról, hogy olyan programokat szervezünk oda, ami még fogja segíteni ezt a közösségi formálódást ott a Salétrom utca környékén. És hogy folytassam, igazából ez volt az év eleje, és akkor jöttek az új nagy fák, amiben belágtuk a fejszínket. Az egyik az a Deák Ferenc utca és a Lövölde utca által határolt területen való felújítás megkezdése. Ugye itt ugyanaz volt a történet, mint mondjuk a Horváth István lakótelepen, hogy egy ilyen nagyon komoly adósságot kellett törleszteni, ugye 30-40 éveset csupán. Tehát azóta nem nagyon történt semmi a rekonstrukció.
itt is több ütembe tudjuk megvalósítani, hiszen egy nagyon nagy területről van szó, és egy komoly felújításról van szó. Itt is az volt a kérés, hogy minden, ami olyan felület, ami már régi és használatot, az cserélődjön ki. Tehát ne végezzünk félmunkát, teljes felújítás történjen, járdák, parkolók, utak újuljanak tehát meg. Tehát nem csak ilyen esztétikai tuning lesz. Nem, így van, nem esztétikai. Én abban hiszek egyébként, hogy ha valamit felújítunk, akkor az legyen inkább mondjuk több ütemben, de teljes rekonstrukció, hiszen akkor tudják igazán élvezni az ott lakók azt, hogyha az teljesen új környezetbe, új ruházatba tud majd megjelenni előttük. Ez is elkezdődött, szerencsére be is fejeződött az első ütem. Ott, akik ott laknak, élnek, már jelezték is, hogy nagyon tetszik nekik ez a felújítás, hiszen tényleg egy régi adósság volt. És ami nagyon fontos, hogy ez fog folytatódni, hiszen már érkeztek telefonok, hogy reméljük nem fejezzük be itt a közepén a területnek, nem. A tervek készen vannak, és ha minden jól alakul, és a decemberi közülésen tudunk erről dönteni, akkor szerintem tavasz, nyár elején el tud kezdődni a folytatása ennek a munkának. És az mit jelent, hogy mi fog befejeződni ott az egész területen? Nem, ez egy második ütem lesz, ez azt jelenti, hogy a Deák Ferenc utca és a Lövölde utca rész megújul teljesen, tehát ott akkor tovább folytatódik, és ott a terület teljesen megújul, és én azért tekintem egybe a Deák Ferenc utca másik oldalát is tekintem a harmadik ütemnek, hiszen majd akkor lesz igazán teljes az egész terület rekonstrukció, hogyha az is megújul. És vannak ilyen kis területek, mint az Árpád úti parkoló, vagy a Vöröskereszt környezete, ami szintén megújításra vár. Tehát igazából én azt gondolom, hogy év végére el tudunk jutni egy ilyen 50%-os állapotig a területen, és akkor utána esetleg tudjuk folytatni majd ezt a felújítást. Milyen fejlesztések voltak még? Vagy mik várhatóak még? Ugye azért az utakról se feledkezzünk, meg járdákról. Ami nagyon fontos, hogy megújult a Kaszap utca teljes burkolata, illetve olyan pici, ilyen komfortjavító felújítások, beruházások történtek, amelyek tényleg arról szólnak, hogy az ott élők jobban érezzék magukat. Itt gondolok arra, hogy tudtunk játszóteret avatni és készíteni a Deák Ferenc utcában, hogy ha pad kell, ha szemetes kell, akkor azok mindig megvalósultak, és ebből nagyon sok olyan igény jött be, amit köszönök a lakóknak, és várok is a továbbiakban, amik tényleg csak arról szólnak, hogy ha valaki odafigyel a környezetére, és igénye merül föl, akkor engem megkeresve ezek meg tudnak valósulni. Hiszen ezek olyan forrásokat igényelnek, amelyek tényleg rendelkezésre állnak, és ezeket meg tudjuk valósítani. Úgyhogy nagyon sok ilyen komfortjavító tényező valósult meg, és ami legfontosabb, az a múlt héten került átadásra, ez pedig a Horváth István lakótelep, vagy a Horváth István Széchenyi utca keresztedésében való bővítés, ami ugye nagyban érinti a környéket. Kardinális probléma és a gondolom ott reggelente. Igen, nem csak magát a kereszteződést, hanem ugye a Lövölde utat, a Horváth István utat és a Lövölde utcát is érinti, hiszen sokszor már a forgalom odáig feltorlódik. Én azt gondolom, hogy javítani fog mindenképpen ez a kereszteződés, bővítés a helyzeten. Az igazi megoldást azonban majd a déli elkerülő az majd azért szerintem ott sok mindent le fog venni a forgalom szempontjából terhet erről a szakaszról, hogyha a déli elkerülő valóban. Így van, a déli elkerülő mindenféleképpen javítani fog ezen a helyzeten. Illetve én nagyon fontosnak találom azt is, hogy a vasútfelújítás második ütemében megvalósul gyalogos híd is például sokat fog javítani a helyzeten, hiszen a vasút megközelíthető lesz majd a másik rész felől is, a Takorodi út felől, sőt ott egy parkoló is fog létesülni. Tehát azt gondolom, hogy aki a vasúthoz megy, a vasúthoz akar eljutni, az már nem fog erre a területre bejönni, hanem egy kerülővel, egy kisebb kerülővel majd sokkal könnyebben tudja megközelíteni a vasutat. Tehát ez is egy példa, egy javítás fog eredményezni a területen. De hát persze látjuk azt, hogy a közlekedési területen azért mind szervezésre, mind infrastruktúrális fejlesztésekre még szükség van. Parkolás gondolom a másik ilyen kardinális kérdés, hiszen ugye amikor ezek a lakó társasházi övezetek kialakultak, akkor egyrészt nem rendelkeztek a családok ennyi autóval, mint amennyivel most egy átlag család rendelkezik, meg hát szűkös a hely, ugyanakkor nyilván ilyenkor megy a kérdés az emberek fejében is, hogy zöld terület, parkoló, mit, hogy hogyan lehet összehangolni, összehozni a területen. Ez a négyes körzetben sincs másképp. Hát nem csak, hogy nincs másképp, hanem én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, aztán lehet, hogy a képviselőtársak ezért megköveznek, de azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma pont nálunk van.
a négyes körzetben. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy a belváros pereméről beszélünk, így az a forgalom, vagy az a parkolási forgalom, ami a belvárosban már nem talál helyet, vagy esetleg nem akar fizetni a parkolásért, az a rövid távolság miatt a négyes számú választókörzetben, mondjuk a Deák Ferenc utca környékén, vagy a Horváth István lakótelepnél megtalálja a helyét, és a napi, napközbeni parkolási problémákat az komolyan nehezíti. A másik pedig az, hogy ezek a lakótelepek, Horváth István lakótelep, Deák Ferenc utca, de akár a József Attila utcáról is beszéltünk, a 60-as, 70-es években épültek, amikor azt gondolom, hogy úgy tudom, hogy az autószám olyan 10 000 körül volt Székesfehérváron, most ez ugye 50 000 a bejelentett autók száma, tehát messze nem erre épült, nem erre találták ki. Szűk területek vannak, szerencsére nagyon sok zöld felület, amit véd a szabályozás, a környezetvédelmi hatóság teljesen jogosan, de ott tartunk, hogy igen, ezek a területek, ezek kevesek már, és azt látnunk kell, hogy a legnagyobb problémát egyébként nem a napközbeni parkolás okozza, hanem mi magunk ott lakók okozzuk, hiszen este vannak a legnagyobb problémák, és látjuk azt, hogy egy lakáshoz kettő, de van, hogy 3 autó tartozik. Tehát sajnos látnunk kell azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, hogy ezt megoldjuk. Én mindig arra kérem a lakókat, hogy ha van olyan terület, amit úgy látnak, hogy parkolóként lehetne használni, legyen szó 3-4 parkolóról is, akkor jelezzék nekem, és akkor az nagy valószínűséggel meg fog tudni valósulni, hiszen ez egy fontos prioritása a városnak, hogy ezeket a problémákat javítsa. De nyilván majd hosszú távú megoldás is kelleni fog. Így van, muszáj lesz parkolóházakban gondolkozni. Ez is egy olyan nehéz kérdés, mint akár most nagyon profán, de egy pad kihelyezése, hiszen egy pad kihelyezésén is mindig az a probléma, hogy hova tegyük. Melyik ház elé kerüljön, az A-ház szeretné a B-ház elé kerüljön, a B-ház pedig, hogy az A-ház elé kerüljön. Tehát egy padnál nehéz megoldani a társadalmi egyetértést, vagy azt, hogy mindenki egyetértsen vele. Mert padot mindenki szeretne, csak a hely igen, nem mindegy, és a parkolóház az ugyanez. Tehát, hogy szükség van parkolóházakra, mindenki belátja, csak senki nem szeretné a saját környezetébe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyobb egy társadalmi egyetértésre lesz szükség ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, hiszen látnunk kell azt, hogy ezek nélkül nem fog megoldódni a parkolás. Én nagyon szeretném azt is, hogy mondjuk a négyes számú választókörzetben egy parkolóház épüljön, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sokat javítana mind az ott lakóknak, mind pedig a város lakóinak. Remélem, hogy a közeljövőben tudunk majd erről valamilyen sikerül beszámolni. Hogyha még a 2018-as esztendőt nézzük, akkor ugye volt már szó a közösségépítő programokról, rendezvényekről, de a városrész életében mik voltak ezek, vagy milyen eredményeket tudná elmondani? Hát igazából nagyon fontos az, hogy folyamatosan próbálunk olyan rendezvényeket itt a körzetben megvalósítani, ami a közösséget kicsit összehozza. Szerencsére most már tradicionális a vízivárosi advent, ami évről évre megszervezésre kerül, és az iskoláknak és az óvodáknak a bemutatkozására ad lehetőséget a szülők előtt, és terveink között van, hogy a Salétrom utcát próbáljuk meg egy olyan közösségi térre alakítani, amelyen olyan programokat tudunk szervezni, ami nagyobb létszámot is elbír, és ahol tényleg ilyen családi napok keretén belül tudnak találkozni az ott lakók, de szerencsére nagyon sok ilyen kis közösségi rendezvény van. A Lövölde utcában szoktak tartani ilyen kis lakóövezeti majálist, de sok ilyen kis rendezvény, amelyet mindig, hogyha a felkérés érkezik, akkor én támogatok. Nagyon fontos az, hogy sajátjunknak érezzük ezt a területet, hiszen sokszor azt érzem, hogy lakunk ezeken a területeken, de mégsem érezzük magunkénak, és ezáltal a fejlesztési ötleteink, problémáink se jutnak el akár hozzám, akár pedig a döntéshozókhoz, úgyhogy én nagyon támogatok minden ilyen programot, úgyhogy még a közeljövőben is számíthatunk majd ezekre. Meg hát az egészségmegőrzés is most már kvázi a városrész életében fontos, hiszen nem is első alkalommal, hanem sokadik alkalommal rendezték meg például a Salétrom utcai szűrőnapot is. Így van, a lokális szűrőnapok szerintem nagyon fontosak, hiszen aki nem szeretne mondjuk a nagy városi rendezvényen részt venni, ami szintén a körzetben van egyébként a sportcsarnokban, hanem egy kicsit családiasabb, barátibb környezetben szeretne mondjuk valami egy képet kapni az ő egészségéről, annak ezek nagyon jó lehetőséget adnak, nagyon jó volt látni, nagyon sokan érkeztek, és nem csak az idősebb korosztályban, hanem a fiatalabbak is, ami nekem nagyon öröm volt, hiszen az azt jelenti, hogy tudatosan gondolkoznak a saját egészségükről. Hát az egészségnap például most már biztos, hogy tradicionális része lesz a Székesfehérvári 4-es választókörzetnek a tradicionális rendezvényei között.
fiatalokat, vagy az idősebbeket könnyebb megszólítani, mi a tapasztalat bármilyen rendezvény kapcsán? Hát ez egy érdekes kérdés. Ifjúsági és civil tanácsnokként azért sok olyan programunk is van, amivel kapcsolódunk a fiatalokhoz és akár az idősekhez is. Én azt látom, hogy az idősebbeket könnyebb elérni. A fiatalok bevonása sokkal nehezebb, de azt gondolom, hogy mindent megteszünk, használjuk a 21. századi felületeket, Facebookot, Instagramot, hogy próbáljuk meg a fiatalokat is bevonni Székesfehérvár életébe. Én azt látom, hogy megyei jogú városokhoz képest nagyon jól állunk a megszólításban, hiszen a programok, amik a városban ifjúsági programok megvalósulnak, azok nagyon nagy eléréssel működnek, és nagyon sikeresek, és nagyon jók a visszajelzések. De hát itt ez aztán az a munka, amikor nem lehet sehova befejezni, tehát mindig csak jobbat és jobbat akar az ember, úgyhogy van ezzel is még feladatunk, de én azt látom, hogy szerencsére a fiatalok elérésében is egyre hatékonyabbak vagyunk. Nézegettük most itt a 2018-as esztendőt több vonatkozásban, hogyha egy kicsit előre kellene tekinteni a 2019-es évre, akkor milyen prioritások mentén gondolkodik képviselőként? Ami nagyon fontos, hogy folytatni kell a beruházást és a felújítást a Deák Ferenc utca lövölde általi behatárolt területen. Ahogy mondtam is, ez egy komoly második ütem lesz. Emellett én nagyon szeretnék közösségi térfejlesztést még a körzetben. Van egy nagyon komoly tervem, melynek a tervei már megvannak. Én azt gondolom, hogy beszélhetek erről, hiszen majd meglátjuk, hogy a költségvetés tudja ennek a forrását tartalmazni, de ha nem is 2019-20-ban biztos, hogy meg kell, hogy valósuljon. Ez pedig a Béketéren a Kodály iskola mögötti zöld területen egy tervet alakítottunk ki, ami egy ilyen igazi játszóparkot tudna létrehozni. Kicsiknek, idősebbeknek nyújtana szórakozást, kis focipályával, játszótérrel, pihenőpadokkal, minden korosztálynak tudna adni egy jó kis pihenési lehetőséget, és nem csak azoknak, akik ott laknak, hanem tényleg egy olyan színvonalas parkról beszélünk, ami máshonnan érkezőket is tudna fogadni a városból. Ez egy nagyon komoly terv, ez egy 45 millió forintos beruházás lenne. Én nagyon remélem, hogy ez majd meg tud valósulni. És mindemellett fontos, hogy az útfelújítások folytatódjanak. Ha végeztünk a Deák Ferenc utcával, akkor át kell majd térnünk az Erzsébet út környékére, hiszen ott komoly problémák vannak az útfelületekkel, illetve a Lövölde úton a még nem felújított járda a felújításának meg kell, hogy történjen, hiszen az egy komoly régi adóssága a városnak. Én azt gondolom, hogy erre is sor tud kerülni az elkövetkezendő 1-2 évben. Intézmények is vannak a városrészben, nem is kevés. Ezeknek az életéről, működéséről, vagy akár a körzettel való kapcsolatáról mit tud elárulni? Szerencsére nagyon jó kapcsolat az intézményekkel. Ami szerintem egy nagyon fontos infrastruktúrális beruházás lesz, és egy komoly jól látható fejlesztés lesz, az a Kodály iskolának, a régi béketéri iskolának a felújítása, amire pályázatot nyert a Klik, és amiből teljesen meg tud újulni majd az iskola, mind belülről, majd mind kívülről is, de ott szerintem a városnak a segítségére lesz szükség, amit én szerintem meg fog tudni adni a város az iskolának. Tehát azt gondolom, hogy egy teljes felújítás lesz, ez több mint 200 millió forint az, ami beruházásra kerül. De mellette nagyon jó a kapcsolat, és folyamatos élő a kapcsolat az iskolákkal. Bármilyen kérésük, igényük van, akkor természetesen a város is rajtam keresztül ezeket tudja orvosolni, tudja segíteni. Nagyon fontos az, hogy azzal, hogy az iskolák fenntartása átkerült az államhoz, ne szakadjon meg a kapcsolat a várossal. És én ezt nagyon fontosnak is tartom, mind az igazgatókkal, mind a gyerekekkel, programokon keresztül, különböző eseményeken keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. Szerencsére ez nagyon jól működik, mind a Németh László iskolával is, mind pedig a Jákival is, illetve az óvodák, mint nagyon fontos nevelési intézmények a város működtetésében nagyon jól tudnak működni, és ott szerencsére nagyon sok felújításról is tudunk beszámolni. A Napsugár óvoda az majdnem teljesen megújult, nyílászáró, hőtechnika szempontjából. Most az Árpád-úti óvodába tudunk fejleszteni, úgyhogy azt gondolom, hogy az infrastruktúrális feltételek nagyon sokat javultak. Az óvodák udvara is alakulgat? Igen, az óvodák udvara is alakulgat, hogyha minden jól alakul, akkor tavasszal meg tudunk valósítani az Árpád úton egy olyan fejlesztést, ami teljesen megújítja azt az óvodának a külső területét, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már tényleg az óvodába menő gyerekek tényleg nagyon jól tudják magukat érezni és komfortosan.
Mi az, ami mondjuk említett, hogy ugye rendszeresen találkozik az ott lakókkal, az ott élőkkel, ami mondjuk nekik a legégetőbb problémájuk, és még mondjuk esetleg megoldásra vár? Nagyon érdekes egyébként, hogy a legfontosabbak és a legégetőbb mindig a pici dolgok. Azok a pici dolgok, amik így mosszantják az embert. És itt most beszéltek arról, hogy mondjuk egy szemetes hiányzik, vagy tönkretették, vagy szeretnének egy kukaketrecet, mert mondjuk úgy érzik, hogy a kukájukat olyanok is használják, akiknek nem kellene, vagy hogy szeretnének egy padot, amire le tudnak pihenni. Én azt gondolom, hogy ezek azért szerencsések, mert ezeket a legkönnyebb is megvalósítani. Persze természetesen azon túl, hogy meg kell egyezni egymással, hogy hova helyezzük ki ezt a padot vagy szemetest, de hogy ezek a legégetőbb, és mindig ezek okozzák a magában az egyénben a legnagyobb frusztrációt, amikor egy kis probléma van, vagy nincs eltakarítva a falevél, vagy esetleg valahol azt látják, hogy randalíroztak, és mondjuk valamilyen ilyen káreset történt, amit ki kéne javítani. Én arra kérek mindenkit továbbiakban is, és ez szerencsére jól működik, hogy az interneten a székesfehérvár.hu oldalon megtalálható a telefonszámom, nyugodtan hívjanak bátran, egy telefonom van, én kezelem, úgyhogy engem el lehet érni bármikor, hogyha hívnak, akkor ezek a problémák nagyon gyorsan meg tudnak oldódni, és tudunk erre megoldást találni. És a tervek vonatkozásában ugye ezek az apróbb dolgok, de gondolom én buszközlekedés, parkolás, ugye erről már érintőlegesen beszéltünk, intézményekről, hogy tud eljutni, óvodába, ki fér be, ki nem fér be, ez itt a körzetben nem jellegzetes probléma? Hát érdekes, hogy valószínűleg a közlekedés azért nem merül fel, mindig felmerül a találkozások kapcsán, ugye nagyon sokat találkozom, sokszor megyek ki területre, abban hiszek, hogy akkor megnézzük a területen a problémát azzal, aki felveti, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy a közlekedés az egy olyan kérdés, amiben látják azt, hogy ez egy komplex kérdés. Tehát, hogyha probléma van, akkor ezt város szinten kell megoldani. Elmondják mindig a véleményt, az ötleteket, én ezeket becsatornázom a közlekedési irodához, tehát ezt mindig meg tudjuk tenni, és ezek szoktak működni. Sokszor volt már, hogy pont azért tudtunk egy közlekedési problémát megoldani, mert mondjuk egy ilyen beérkező javaslatból lett egy egyirányosítás, vagy egy táblakihelyezés. De a parkolási probléma az egy nagyon fontos kérdés, és itt azért szintén felvetnék egy olyan kérést a lakók számára, hogy évelején elkezdtem egy komoly kampányt a tekintetben, hogy nézzük meg azt, hogy a körzetben még nem parkolási övezetbe vont területeket bevonjuk el a parkolási övezetbe. Nagyon sok képviselővel, közös képviselővel beszéltem, nagyon sok lakóval beszéltem, kértem, hogy aláírásukkal támogassák, hogyha ezt szeretnék, ezt az ötletet, hiszen úgy szeretnénk egy ilyen döntést meghozni, hogy az tényleg teljesen támogatott legyen. Ami nagyon érdekes, hogy nem teljesen egyöntetű, sőt mondhatni azt, hogy ilyen fele-fele a támogatottság ennek a történetnek. Számomra kicsit értetetlen módon, hiszen azért azt gondolom, hogy ha parkolóvezetbe vonunk egy területet, akkor ez sok félreértéssel és félrevezetéssel ellentétben az nem pénzbeszedésről szól. Messze nem pénzbeszedésről szól, főleg egy olyan területen, egy lakótelepi területen, ahova kihelyezünk egy totemet több millió forintért, amiben majd a kártyákat lehet vagy a pénzt bedobni. Ez a 3500 forintos parkoló bérletből, amennyi a lakónak kerül az autó bérlet, ebből nem fog pénzt beszedni a város. Ez kifejezetten forgalomkorlátozásról szól, és arról szól, hogy az ott lakók 3500 forintért megvéve a bérletet egész évben tudjanak parkolni. Tehát fontos lenne az, hogy ebben egyetértés legyen, hiszen csak akkor tudunk egy ilyen döntést meghozni, hogyha ez az egyetértés megvan, és azt látjuk, hogy legalább 70-80% a lakóknak támogatja ezt a kérdést, hiszen én azt látom, hogy ez sokat javítana akár a Deák Ferenc utca lövölde környékén, akár a Horváth István lakótelep környékén, vasút környékről nem is beszélve, hiszen ott már, ahol megvan ez a parkolóvezet bevonás, ott azért jól látszik, hogy nagyon komolyan sokat segített. Igen, azért a kis köztes lakótelepi utcák, ahol már igen, ott nagyon komolyan azért jól működik ez a történet. Igaz, az esti problémát nem fogja megoldani, mint ahogy mondtam, az esti probléma okozói mi magunk vagyunk, akik lakunk és élünk ezen a területen, tehát oda parkoló kell, vagy valamilyen lehetőség, de a napközbeni parkolási problémákat meg tudja oldani. Úgyhogy én ebbe kérem a lakókat, hogyha úgy gondolják, hogy ez támogatandó, és ők is szeretnék, akkor ezt jelezzék fel, jelezik a közös képviselőnek, hogy gyűjtsön aláírást, és én ezt tudom majd lobogtatni a közgyűlésben, hogy igenis, a lakók kérték ezt a területbe vonást, nem pedig mi találtuk ki, és messze nem arról van szó, hogy ez pénzbeszedésről szólna.
Nos, hát azt hiszem, hogy itt mondhatjuk azt a kis 25 percünk végén, hogy mozgalmas volt a 2018-as esztendő, de a 2019-es évre is komoly tervek vagyunk. Így van. Tervekkel vagyunk. Valóban, hát akkor jó szerintem egy év, hogyha mozgalmas, hiszen akkor történnek a dolgok. Én nagyon remélem, hogy a 19 is hasonlóan mozgalmas lesz, és nagyon sok ilyen beruházásról és befejezésről tudunk majd számot adni, és nagyon remélem, hogy továbbiakban is, 2019-ben is rengeteg ilyen felkérés érkezik hozzám, telefon, e-mail, vagy akár a fogadóórák, vagy a lakossági fórumok alkalmával, amiken tudunk javítani, amit együtt tudunk megoldani. Én azt látom, hogy ez egyre jobban működik, úgyhogy remélem, hogy 2019-ben is így lesz. Ehhez sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen. Holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!